A várakozásoknak megfelelően jó kis derbit tekinthettek meg, akik kilátogattak a Dunaharaszti sporttelepre október 30-án, amikor is a DMTK a Dunaverseny csapatát fogadta a Pest megyei első osztályú bajnokság 12. fordulójában. A vendégek szorgosan gyűjtögetik a pontokat, de nagy kalpok, mint a Gödöllő elleni győzelem mellett, meglepetésre hazai pályán kikaptak a Felsőpakonytól. Ettől függetlenül az utóbbi 4 fordulóban szerzett 4 győzelemmel és az ezeken elért 12-2-es gólarányjal a háta mögött érkezett a pontszerzésben bizakodó Dunaverseny a bajnok aspiráns várához. A DMTK a bajnokságban még nem talált legyőzőre, sőt, az utóbbi meccseken egyre jobb formában játszanak Gálhidi György tanítványai. A legutóbbi 3 alkalommal gólt sem kaptak, és egy újabb győzelemmel növelhetnék a távolságot a tabella 3. helyén tanyázó vendégek előtt. A haraszti kezdőjét kisebb sérülések ugyan befolyásolták, de ettől még nem kerültek jobb helyzetbe a varsányiak. Gálhidi mester ismét Palástit vezényelte a kapuba. A védelemben Szalai, Kovács Galavics, Tóth Ferenc és Vitányi kapott helyet. Előttük Gulyás és Burány szűrte a támadásokat, a legelőjátszó Simont pedig Tóth György, Ablonci és Eszlátyi próbálta meg helyzetbe hozni. 8. perc, Tóth Ferenc nyújtotta meg a jobb szélre Szalaihoz, aki lekezelte a labdát, majd Tóth György és Burány volt a játékszer útja. Végül a hazai 27-es hívelt a 16-oson belülre, ahol Vitányi kapásból emelt a túloldalra, a befejezésről pedig Tóth György csak egy kevéssel, de lemaradt. A 16. percben Ablonci ugrott a Kisimont, majd kapta vissza a labdát, és másodszor Eszlátyit próbált a helyzetbe hozni, aki az átvétel után erőteljes lövést eresztett meg, ami kis hián beadás lett Simonnak. Hét perccel később Tóth György nyargalt el a bal oldalon, és a lapos beadását a menteni igyekvőn Búe a saját kapujába bombázta. Kopott a Haraszti, a gólövő Simon Attila, szép volt Csimi! Helye Haraszti, gyerünk! Az első játékrész ezután nem sok izgalmat hozott, kivéve a 44. percet, amikor a vendégek végeztek el szabadrugást, ami a hosszú oldalon Traskócit találta meg, de szerencsére elügyetlenkedte, így Palásti magához húzta a labdát. Négy perccel később Palásti kirúgását Vitányi csúsztatta meg, és ebből mehetett Ablonce jobb oldalon. A beadása a kapu elé egyedül érkező Simont találta meg, de a csatár a felfelé pattanó labdát már nem tudta megfelelően irányítani. Érezhető volt, hogy a hazai csapat szerette volna bebiztosítani a győzelmet legalább még egy találattal, így ismét csak 2 percet kellett várni az előző helyzet után, amikor Eszlátyi kapott remek labdát Búránytól, a kapu előtt pedig most Ablonci volt pontatlan. A 63. percben csak megérkezett a kegyelemdöfés. Kovács Galavics szerzett szépségdíjas találatot egy szöglet után. A második gól megnyugtatta a hazai csapatot, és kissé elült a meccs is. A 72. percben egy kis szöglet utáni beadásról Simon maradt le a hosszú. Egy perccel később villantak a vendégek is egyet. A sokat látott Frank Tamás bizonyította, hogy ha nem is hálószaggató erővel, de azért még kapásból is eltalálja a kaput. Palástinak nem okozott gondot a lövés. 81. perc, Eszlátyi lépett ki, majd késve készítette le a labdát Simonnak, ami így végül Ambrose-nak lett jó, és a lövés is találtot érdemelt volna. 5 perccel a rendes játékidő vége előtt veszélyes DMTK szabadrugást láthattunk Eszlátyitól, amit Kovács csak öklözni tudott. Az utolsó másodpercekre is maradt lehetőség, de Simon labdáját lekapcsolták a védők, így ha nem is gólgazdag, de maga biztos 2-0-as győzelmet aratott a Dunaharaszti, amely a Gödöllő Nagykátán elszenvedett veresége után ismét vezeti a bajnoki tabellát.
egy ponttal az említett rivális előtt, és 5 egységgel a szintén említett Nagykáta előtt. Úgy gondolom, megérdemelten nyertük meg a mérkőzést, egy jó csapatot fogadtunk, a harmadik helyen helyet foglalt el a tabellán, úgyhogy nehéz mérkőzésre számítottunk. Én azt gondolom, uraltuk végig a mérkőzést, talán 2 kapulévése volt az ellenfélnek. Gratulálok a csapatnak, és megyünk előre, a célunkat el szeretnénk érni, meg szeretnénk nyerni a bajnokságot, úgyhogy veretlenek vagyunk még ebbe a félszezonban, úgyhogy gratulálok a csapatnak.